Sziasztok! Ó, Rádaszvámi, kezeimet összekulcsolva kérlek, hallgass meg, imám! Te vagy Szatpurusa, Szatguru és mindenki adakozója. Te vagy az anyja és apja minden léleknek. Kegyelmessé válva tégy a sajátoddá, és szabadíts ki Kál hálójából. Az arany, ezüst és rézkorszak elmúlt. Senki sem tudott a szuracsabb jogáról. Most a vaskorszakban könyörületessé váltál, és feltártad előttünk a szuracsabb jóga ösvényét. A küszködő lelkek kedvéért újrainkarnálódtál, és átviszel minket a létezés óceánján. Amint túlviszel minket a három világon, feltárul a Szatguru és a Szatnám országa. Az első síkot Dzsotlángja világítja meg. Ezután Gagán következik. Túl ezen, Daszvandár harmadik síkján ő holdként látható. E világokon túl a felséges úr baldahinos trónusa van, a szüntelen sab ragyogó régiójában. A hívők így imádkoznak hozzád. Ó, úrunk, te túl vagy a fizikai, asztrális és oksági síkon. Hagyd nekünk boldogságot itt és a túlvilágon. Támaszodat keressük, ó Úrunk, adj menedéket szent lábaidnál. Ó Rádaszvámi, kezeimet összekulcsolva kérlek, hallgass meg imám. Kárubinnanti dukarcsúri Arjasuno Radhasvami Mori Sat Purushottam Sat Guru Data Sabajiva Ki Pita Ur Mata Daya dari apna kar lije kal jal se nyara kije sat yuga treta dvapar bita kahuna jani शब्द कीरिता काली युगा में स्वामी दाया विचारी परगत करके शब्द पुकारी जीवा काजे स्वामी जागा में आई भाव सागर से पार लगाए तीना चौदा चौथा पादे दीना सतनाम सत गुरु गाता चीना जगमग ज्योति हो तो जियारा गगन सोता पर चंद्र निहारा सीता सिनशाना छात्र विराजी अनहप्त शादा गेबे दुन गाजी क्षारा अक्षारा निक्षर पारा बिनति करे जन दासा तुम्हारा लोका आलोका पहु सुख दामा चरण शरण दे जे बिसरामा कारुबिनन्ति दुकार जोर स्वामी दुकार चोरी अर्जसुनो राधा स्वामी मोरी।
Köszönjük szépen. Akkor most a Jabriból fogok olvasni. Így tulajdonképpen ahol kinyitottam, onnan fogom elkezdeni. Harmincharmadik ének. Így szól a 33. ének. Nincs hatalmadban, hogy beszélj, vagy csendben maradj. Nincs hatalmadban, hogy kérj, vagy adj. Nincs hatalmad sem az élet, sem a halál felett. Nincs hatalmad a gazdagság vagy a rang ügyében, amelyekre örökké törekszel. Nincs hatalmadban a spirituális felébredés sem. Nincs hatalmadban az igazság megismerése, sem a saját megváltásod elérése. Hajd, hadd próbálkozzon az, aki ezt másképp gondolja. Onanak, senki sem kerül magasra vagy alacsony sorba véletlenül, csupán az ő akaratából. Tehát senki sem kerül magasra vagy alacsony sorba véletlenül, csupán csak az ő akaratából. És akkor a magyarázat, itt kezdődik a Jabji befejező része. Benne Nanak tömören felvázolja a különböző spirituális régiókat, amelyeken a léleknek a hazafelé vezető útján át kell haladni. Ennek öt szintje. Az első a Dharmkand, vagyis a tett birodalma. A második a Gyankand, vagyis a tudás birodalma. A harmadik a Sarmkand, vagyis az elragadtatás birodalma. A negyedik a Karmkand, vagyis a kegy birodalma. És az ötödik Szacskand, vagyis az igazság birodalma. Tehát a lélek a hazafele vezető útján áthalad az öt szinten, az első a tett birodalma, aztán a tudás birodalmán, majd az elragadtatás birodalmán, aztán a kegy birodalmán, és végül az igazság birodalmába jut. Az első tehát Dharm szintje, amelyet a léleknek teljesen fel kell ismernie, mielőtt a fölötte levő magasabb szintre emelkedne. Tehát a tett birodalmát teljesen fel kell ismernie, mielőtt a fölötte lévő magasabb szintre emelkedne. Ha a megtestesült lélek eléri ezt a fejlettségi szintet, akkor annak a ténynek a teljes tudatában tevékenykedik, hogy Isten az, aki a világ jelenségeit megteremtette, azok összes megváltoztathatatlan törvényével együtt, amelyek mindannyiunkra egyformán érvényesek. Az ok és okozat törvénye elől senki nem menekülhet el. Ki mint vet, úgy arat. Nincs senki, aki kívül lenne Isten birodalmán. Az emberek magukkal viszik a tetteiket a haláluk utánra, és azok megméretnek Isten ítélőszékének mérlegén. Akit vágyaktól roskadozva találnak, azokat a tettei alapján ítélik meg. Isten udvarában az egyetlen elfogadható dolog az isteni ige gyakorlása, az összekapcsolódás az Isten erővel. Azokat, akik ezt álhatatosan teszik, tisztelet övezi. Harmincnegyedikének a nappal és az éjszaka, a hónapok és az évszakok, a tűz, a szél, a víz és az alvilágok megteremtése mellett ő megalkotta a földet, mint Dharmkandot, vagyis a tett küzdőterét. Különböző színű és formájú teremtményekkel népesítette be,
ezeknek se szeri, se száma. Mindet a saját tettei alapján ítélik meg. Mert igaz az Úr, és hibátlan az ő törvénye. Akiket ő elfogad, azokat tisztelik az ő udvarában. De csak az ő kegyéből nyerheti el valaki ezt a kitüntetést. A tökéletlen tökéletessé válik ott. Ó, Nanak, csak ott tárul fel ez a misztérium. És akkor itt van egy kiegészítés, az ének utolsó két sora pandzsábi nyelven így hangzik. Kacpa kai uthepa ayi, nanak gya japei ja ayi. A különböző fordítók ezeket a sorokat mind úgy fordították, hogy idézet, az igaz és a hamis ott megmutatkozik, és nincs többé megtévesztés, idézet vége. De ez a fordítás figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a megelőző versorokban arról van szó, hogy ők tiszteletet nyernek Isten által. A szó szerinti fordításban nyers és érett metaforák tökéletlenséget és tökéletességet jelentenek, nem pedig hamisságot és igazságot. Tehát a szó szerinti fordításban a nyers és érett metaforák tökéletlenséget és tökéletességet jelentenek, nem pedig hamisságot és igazságot. Ebben az énekben Nanak a lélek látókörének hatalmas kiteljesedéséről számol be. Amikor belép, Gyán Kantba, ha jól mondom, a tudás birodalmába. Itt az utazó lélek meglátja a sokrétű mindenséget, az összes teremtett dologgal együtt. Elkezdi hallani a dallamos muzsika elbűvölő melódiáit, amelyek betöltik az egész teremtést. Túlárad benne az öröm, amikor megérti a természetet, a nagybetűs természetet. Annak megváltoztathatatlan törvényeivel, a formák és tünemények végtelenségével, a teremtmények változatosságával, és a sok áldással együtt, amit itt megtapasztal. A 35. ének ilyen nagy a Dharma birodalma. És most Gyan Kand a tudás régiója következik. Itt számtalan elem, levegő, víz és tűz található, és megszámlálhatatlanul sok a Krisna és Shiva. A brámák száma is végtelen, akik a különböző teremtmények változatos formáit és színárnyalatait létrehozzák. A végtelenben nyúlnak a tettek mezői és az aranyhegyek. Nincs száma a druknak, a szenteknek, a druknak, a szenteknek, akik ott meditálnak. Megszámlálhatatlanok az indrák, a napok, a holdak, a földi és a csillagrégiók. Számba vehetetlenül sokan vannak a szidhák, a buthák, a nátok, az istenek és az istennők. A dánok, vagyis a félistenek és a bölcsek, és a kincsekkel teli óceánok száma is végtelen. Kiapadhatatlan a teremtés forrása, eszményi a harmónia, és végtelenül sokan hallgatják azt. Végtelen az ige gyakorlóinak száma. Mérhetetlenül hatalmas ez a birodalom, ó Nanak. És akkor itt is van egy megjegyzés arra a részre, hogy a végtelenben nyúlnak a tettek mezői és az aranyhegyek. A tettek mezői, a Karmbhumi, az a hely, ahol szabad akarattal ruháznak fel minket, és innentől fogva
saját tetteink gyümölcsét szüreteljük. Ezt a világot a fenti névvel illetik, mert itt az akció-reakció törvénye uralkodik. Tehát a kárm bumi, azaz a tettek mezeje, mezői. És az aranyhegyek a szumer, de úgy van leírva, hogy sumer. Nem tudom, hogy kell mondani. Az utazó lélek ezen a spirituális szinten látja meg az aranyhegyeket. Tehát ezen a szinten látja meg az aranyhegyeket. Gyankand leírása után Nanak Sankandról az elragadtatás, az extázis régiójáról beszél. Itt minden elbűvölően csodálatos, mesésen érdekes, és a szavaknak nincs jelentősége. Itt az ige ereje által a lélek éterivé válik, és bepillantást nyer a dolgok valódi természetébe. A 36. ének. Isteni tudás ragyogja be a tudás egész régióját, isteni szimfóniák vég nélküli dallamai zengenek, és öröm, üdvösség uralkodik ott. A következő az elragadtatás birodalma, ahol az ige mámorító. Itt minden megteremtett dolog mesésen érdekes és leírhatatlan. Aki megpróbálja mindezt szavakba önteni, az megbánja az ostobaságát. Itt az elme, az okság és a megértés éteri. Tehát itt az elme, az okság és a megértés éteri. Az elme önmaga tudatára ébred. És az Istenek, a bölcsek életlátása fejlődik ki benne. A kegy birodalmába jutva a jelenségek világának múlékony varázslata fölé emelkedünk. Itt meglátjuk, amint az egész teremtés alázatosan szolgál Isten lábánál. Az ő igéje megtisztítja a lelket annak bűneitől, és felébreszti a benne szunnyadó energiákat. Az anyag többé nem vakítja el a benső látását. A lélek tudja, hogy Isten mindent átitat, mindent betölt, és teljesen tudatos ő rá. Az igét a maga tiszta valóságában tapasztalja meg. Ráébred az igazi valójára, most már ismeri önmagát, és ismeri a valódi eredetét, mert felfedezi az Istennel való lényegi azonosságát. Végül a vándorlélek megérkezik Szacskantba, az igazság lakhelyére. Itt bekövetkezik a teljes egyesülése az Úrral. A lélek látja, hogy az egész mindenség áhítatos odaadással és csodálattal működik, az ő akarata szerint. Az ilyen látomásra való visszaemlékezés is üdvözítő, de maga a látvány olyan, amit szem sohasem látott. A szív nem képes befogadni, és a száj képtelen szavakkal lefesteni. A 37. ének még magasabban fekszik Karmkand, a kegybirodalma. Itt az ige minden a mindenben, és semmi más nem létezik. Isteni szeretettel töltötten itt lakoznak a bátrak legbátrabbjai, az elme legyőzői. Tehát isteni szeretettel töltötten itt lakoznak a bátrak legbátrabbjai, az elme legyőzői. Ez az otthona az odaadó lelkeknek, akik hódolata felülmúlhatatlanul túlszárnyalja Szítájét. Szíta Ráma felesége, aki hatalmas odaadásáról ismert.
kimondhatatlan szépségben ragyogva, minden szív Istennel telített. A halál és a káprázat el nem érheti őket. Tehát, mint mája, nem érheti el őket. Itt laknak a bagátok, vagyis a bölcsek, akik minden régióból érkeztek. Örvendeznek az igaz egyben, és állandó üdvösségben élnek. Szacskand az igazság birodalma, a forma nélküli egy székhelye. Itt alkot meg mindent, és örömét leli a teremtésben. Sok régió van itt, mennyei rendszerek és világegyetemek. Megszámlálni őket olyan, mint számba venni a számtalant. Itt formálódnak a forma nélküli egyből a mennyei síkok, és minden más is. Mindennek küldetése az, hogy az ő akaratát szolgálja. Aki megáldatik ezzel a látomással, örömmel merül el a szemlélésében. De ó, Nanak, olyan ennek a szépsége, hogy leírni olyan, mint kísérlet a lehetetlenre. És itt már a befejező rész jön, tehát mielőtt Nanak befejezné a Japjit, felsorolja azokat a tulajdonságokat, amelyekkel egy odaadó tanítványnak rendelkeznie kell, hogy sikeres lehessen a spirituális ösvényen. 6 pontban foglalja össze ezeket. Az első a tisztaság gondolatban, szóban és tettben. Ez az első előfeltétele a magasabb rendű élet megkezdésének. És ez az alap, amelyre a spiritualitás építménye felépül. Krisztus is azt mondta Máté evangéliumában leírva, boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Isten meglátják. Tehát a tisztaság valóban a kulcs a meditáció kapujához, amely az úrházához vezet. A második erény a türelem, amelynek a kifejlesztésével képessé válunk arra, hogy vidáman viseljük el mindazt, ami bennünket ér. A harmadik erény a gondolatok ellenőrzése. Az odaadó tanítvány kigyomlál minden vágyat, így biztosítja az elméje kiegyensúlyozottságát. A negyedik tulajdonság a mesterbe vetett teljes bizalommal. A rendszeres napi gyakorlás az igére, megőrizve az állandó kapcsolatot vele. Az ötödik, éljünk teljes odaadással Isten jelenlétében, amely arra ösztönöz bennünket, hogy fáradhatatlan erőfeszítéssel dolgozzunk a vele való végső egység eléréséért. Mindenek felett szeressük őt olyan intenzitással, amely feléget minden tisztátalanságot, és beragyogja az utat az Úr ajtajához. A 38. ének. Tedd a tisztaságot a kemencéddé, a türelmet a kovács műhelyeddé. A mester szava legyen az üllőd, és az igazi tudás a kalapácsod. Tedd az Isten iránti odaadásodat a fújtatóddá, és gyújtsd meg vele az önmegtartóztatásod tüzét. A szeretet olvasztó tégelyében olvaszt fel az isteni nektárt. Csak egy ilyen öntödében olvadhat egybe az ember az igével. De csak azok, akiket az ő kegye kijelöl, csak azok képesek végigmenni ezen az ösvényen. Ó, Nanak, akire ő irgalmas pillantását veti, az örökké tartó békével telítődik.
Az epilógusban Nanak összegzésként elénk tárja az élet teljes látképét, annak természetét, célját és magát a megváltást. Mindannyian olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akiket az anyaföld táplál. Mindenki elveti a saját tetteinek magját, és leszüreteli annak gyümölcseit. Isten igazságszolgáltatása hibátlan. Akik jól döntenek, helyesen cselekszenek, azok közelebb kerülnek ő hozzá. Akik nem így tesznek, azok eltávolodnak ő tőle. Csak azok fognak megszabadulni, és üdvözülni, akik az igét gyakorolják. És nem csak ők, hanem sokan mások is, az ő szeretteik és tanítványtársaik is, a saját jó tetteiken keresztül. És a zárszó, a levegő a mester. A levegő a mester. A víz az apa, és a föld az anya. A nappal és az éjjel a két gondozó, akiknek az ölében az egész világ játszik. A tetteink jók és rosszak, az ő ítélő széke elé kerülnek, és a saját cselekedeteink által emelkedünk feljebb, vagy vettetünk a mélységbe. Akik összekapcsolódtak az igével, azok fáradozása véget ér. Az arcuk dicsőségtől fog tündökölni. Onnanak. Nem csak ők nyerik el a megváltást, hanem velük együtt sokan mások is elnyerik a szabadságot. És a kommentár: minden élőlény olyan, mint a gyermek. A víz, vagyis a sperma, az apa, aki életet ad nekik. A föld, akár az anya, táplálja őket. A nappal munkával látja el őket. Ezért ő a férfi gyermek gondozó. Az éjszaka pedig elringatja őket, akár csak a dajka. A tökéletes mester lehelete az isteni ige, amely nélkül az ember lelke halott lenne. Tehát a tökéletes mester lehellete az isteni ige, amely nélkül az ember lelke halott lenne. És akkor itt ér véget a Japji, és utána már csak függelékek jönnek. És még van egy kicsi idő, akkor folytatom a kirpálmestertől a nám vagy az igét. Ami pedig ott hagytuk abba, hogy miért nem hallható a nám. Az elménk az állandó nyugtalan vibrálás állapotában van. Korszakok pora lepi be. A mentális energiánk folyamatosan egy pillanatnyi nyugalom nélkül árad ki a világba. Amíg az elménk nem tisztul meg, nem csendesedik le, addig nem hallhatjuk meg a hangáradat zengését. Guru Amar Das mondja, tisztátalan elmével nincs odaadás. Emiatt nem lehet kapcsolatba lépni a hangáradattal. Az érzékek rabjaként élő ember így is hal meg, elveszítve minden tiszteletet ezen a világon és a túlvilágon. Az egoista szemléletű életbe beleveszett elme nem vonzódik, nem érdeklődik a hangáradat iránt. A nám szubjektív tapasztalat. A nám lényegét tekintve túl van az érzékelésen,
és túl van a megértésen. Felfoghatatlan. Nem beszélt nyelv. Nem beszélt nyelv, amely némán szól. Blavatsky asszony a csend hangjának nevezte. Az igével való állandó érintkezés segít a mentális vibrációk lecsillapításában és az elme lecsendesítésében. Guru Nanak így szól erről. A nám szemmel láthatatlan. Az elme számára értelmezhetetlen, mégis olyan édes és oly szeretetteljes. Ó Istenem, mindenkorban add meg Nanaknak ezt az ambrózia illatú nektárt, hogy örökké belemerülhessen a határtalan zengésbe. Az igazi nám felfoghatatlan és rejtett. A nám eszenciája benne van minden emberben, de rejtetten és érzékelhetetlenül. Csupán egy mesterlélek kegyéből nyilvánulhat meg, aki mélyen a námban gyökerezik. Ő a megszemélyesedett nám, aki képes életimpulzusát másoknak is átadni. Guru Amar Das mondja, a jelenkorban a megnyilvánulatlan nám az uralkodó erő, és benne pulzál, hullámzik minden emberben, ám csak akkor manifesztálódik a szívekben, amikor menedékre lelnek egy mesterlélek lótuszlábánál. Ebben a világban az ember bármit megkaphat, amit megkíván, kivéve a megnyilvánulatlan igét. Ezt ugyanis nem könnyű elérni. Ez a gurumuk öröksége, azé, aki menedékre lel, és aki gyökeret ver egy mester lélekben. Guru Amar Das mondja, a harinám nagyon ritka portéka, amely egy guru szívében férhető hozzá. Az egész világ a námtól megfosztottan él. Noha ez egy gurutól elnyerhető. A nám isteni kapcsolat az ember és a teremtője között. A nám ellenőrző ereje teljesen a felügyelete alatt tartja a világegyetemek végtelen sorozatát. Az emberi test is a kozmikus rend mintájára teremtődött meg. A mikrokozmosz különböző elemekből épül fel, és épségét, szerves egységét a námnak köszönheti. Ez az elszakíthatatlan kapocs Isten és ember között. Ahogy a hal meglovagolja a hatalmas hullámokat, úgy képes a lélek utazni a hangáradattal, és elérni a hang vagy a nám tengerét. Tehát ahogy a hal meglovagolja a hatalmas hullámokat, úgy képes a lélek utazni a hangáradattal, és elérni a hang vagy a nám tengerét. A hangáradatra a befelé vezető ösvényel lehet ráhangolódni. Minden más út kifelé az élet panorámájának zsákutcájába vezet. Guru Arjan mondja, ó Nanak, egyedül az képes felismerni a makulátlanul tiszta egyet, aki összekapcsolódik a námmal. A nám ösvénye a szehács, azaz a benső egyensúly állapotába vezet el. A nám segít a léleknek a szehács, a tökéletes nyugalom állapotának elérésében. Ami a három guna, a szatva, a rajasz és a tamasz, vagyis a nyugalom, a tetrekészség és a mozdulatlanság szintjén túl van, és amely már nem alávetetje a pusztulásnak és a felbomlásnak. Guru Arjan mondja, legyen Nanak szeretett lénye, könyörülettel iránta, mert a nám a támasz a vak emberi lény számára.
Námdév mondja, ó Istenem, a te neved a vak zarándok botja. Nekem, aki maga tehetetlen, gyámoltalan lény vagyok, a te neved a szilárd támaszom, s az oltalmazom. Tehát, ó Istenem, a te neved a vak zarándok botja. Nekem, aki maga tehetetlen, gyámoltalan lény vagyok, a te neved a szilárd támaszom, és az oltalmazom. És akkor most telt le az időnk. Hát akkor, aki tud, maradjon meditálni, és akkor merüljünk el a námban, Imrán segítségével. 8-kor jelentkezem.